sípa. Na jó van. Ez olyan régi, ez telepítőlemez. Ezt így elfordítottam, hogy elvileg jobban látjátok. Ezt is. Meg ezt is. Először is hallóztok. Én vagyok a Farkas, ezt elvileg látjátok. Most ment el, itt van mögöttem egy ajtó. Itt. Most ment el az előbb Petra. És ennyire volt csalódott. Bú. A következő dolog történt. Van neki egy nagyon régi pici laptopja, notebook. A kettő között az a különbség, hogy az egyikben van DVD olvasó, a másikban nincsen. Tehát, hogy ebben nincs. Tehát nem lehet CD-vel, DVD-vel telepíteni, mert nincs benne. Úgyhogy csak USB-ről lehet telepíteni, ráadásul ez pont az a típus, ami, hát hogy is mondjam, a korlátozottabbak közé tartozik. Ez egy Acer Aspire V5-ös. A bővebb leírást majd ott a videó alatt majd elolvasod, de kit érdekel ez a dolog, nem? Az az igazán baj ezzel az Aspire-ös csávóval itten, hogy nagyon-nagyon sok minden le van benne korlátozva, igen, jó gondoljátok, a teljesítmény is, és azért, amiért ilyen lapos a teljesítmény, azért nem a közkedveltebb laptopok közé tartozik, hanem az olcsók közé tartozik. Na most ennél a laptopnál a legvilágosabb szerintem, hogy az olcsó húsnak mégis mennyire olcsó húsnak, és mégis mennyire híg a leve. Na, hát körülbelül annyira, hogy amikor kinyitod, bemész a szerviz menübe, lölölő, akkor alapvetően felajánlja a rendszer, hogy a boot indítási sorrendben benne van a CD, illetve a DVD-ről való telepítés. Egy notebookon, amin nincsen CD és DVD meghajtó. Tehát, hogy annyira vicces ez az egész, hogy arra nem vették a fáradtságot, hogy ezt az opciót legalább kivegyék belőle, de hát Acer stílusát, ezt meg kell érteni. Cserébe viszont van benne itt két USB, meg itt két USB, és több dolgok. Ja, egy. Tehát a bal oldalon csak egy van. Ez az újabb típusok közé tartozik a lassú gépek között, mert van benne HDMI kimenet, és van benne VGA kimenet is, ezt így mutatom nektek, elvileg látjátok, gondolom. Itt a VGA kimenet, ez csak kép, és itt van a HDMI kimenet, ugye kép és hang. A nagy ötlete az volt a tervezőknek, hogy ezt az egész hátsó lapot, ugye ez zaj, ez a tetej, ez a zajja, ezt az egész hátsó lapot egyetlen csavarral le lehet venni, és minden egyes dolgot, ami benne van, a lap eltávolítása ugye, után ugye lehet cserélni. Ezt meg is mutatom nektek, jó? Tehát van nekem egy kevésbé igényesnek mondható csavarhúzom, meg is... Felébe. Hú, mindenhol csak a szemét, mindenhol csak a szemét. De hát ez a valaki, nem? Ezt kaptam a múltkori kommentben, hogy az a valaki, öcsém, a szemétbővárat épít. Hát jó. Csöngessébe bármelyik marketes építkezéshez, na ennyi. Szóval ez az alja a laptopnak, ez a teteje, ugye? Világos, tehát kinyitod, akkor ez az alja. Most ezt a csavart kivettem belőle, tehát a lapot le lehet venni. Tök jó. Tehát minden egyes alkatrész, ami a számítógépben van, a laptopban, ugye? Minden egyes kicsi alkatrész külön cserélhető, illetve ki lehet venni, és ha az, az egy vacak romlott el, akkor nincs olyan nagy baj, mert azt az egy alkatrészt kicseréljük. Alapvetően jó ötlet, csak a laptopok nem mindig így működnek, de szerencsére ez a típus, ez pont az a fajta, hogy ezt ki lehet venni belőle, és ha már kivettük belőle, akkor a laptopon kívül ezt megjavítjuk, és a megjavított állapotába tesszük vissza. Itt a legjobb példa a világon az adattár, a Vinyó, Winchester, ugye?
Tehát ezt kivesszük belőle, beleteszem abba a gépbe, telepítem, és amikor kész van a telepítés, akkor visszarakom. Tiszta jó, nem? Majd ebben a laptoppal fogom frissíteni, meg milyen apró dolgokat csinálni. Szóval azért nem olyan rossz a fel. Ez meg már itt ezt várja, hogy mikor léphet végre akcióba. Úgyhogy lehúzzuk az időt, azt hadd menjen. Most azt várjuk, hogy a berakott telepítő lemez induljon el, és a telepítő lemez, ami elindul, majd ő telepít, és ugye ebből fogunk majd telepíteni, tehát tök jó. Na, mivel azonban megnéztük, hogy mégis milyen processzor az, amire telepítünk, ezért a hát nem pont a legerősebb programot fogjuk rátenni, hanem pont, hogy a leggyengébbet, és a pont, hogy a leggyengébb miatt elvileg ezen minden egyes olyan program, ami hivatott futni, elvileg tök jól, tűrhetően fog működni. Ezzel még mindig nincsen nagy baj, mert ezt relatív hamar össze lehet. Fogod, föltelepített, mit tegyünk rá, ilyen játék, azt a nagyot nem, ezt a kicsit, azt a Super Mario, püty-püty valami, meg aknakereső, meg passziánsz, meg ilyen semmi játékok, abból aztán rengeteget föl lehet rá tenni. Az erősebb igényű játékokból, hát abból olyan nagyon nem, hogy egyet se. Mert tudjuk, hogy milyen lóerővel rendelkezik ez az eszköz, úgyhogy a piciket rátesszük, aztán majd lesz majd valami, nem? Nyilván. Majd meglátjuk. Van benne webkamera, meg touchpad, meg mit tudom én. Tehát ilyen tényleg ilyen alapvető dolgok azért vannak benne. Van benne például SD kártyaolvasó. Nem, ez nem a telefonnak a pici SD kártyáját olvassa. Itt van, elvég látjátok. Hanem a nagy típust, ami még régen a fényképezőgépekhez volt. Meg a videókamerákhoz még a kezdeti időkben, hogy ilyen széles, 3 centis ilyen kártya, na az való ebben. És mivel azok már elég régi technikák, babokért meg gombokért meg lehet venni őket, tehát olyan filérekbe kerülnek, hogy nevetséges, és én azt mértem, hogy egyes USB-knél gyorsabb is. Tehát megvesz az ember egy ilyen SD kártyát, 3-at, mindegyikre mást ír rá, és azokra így ki lehet menteni dolgokat, mint egy ilyen külső adattár, és mivel nem lesz nagyon agyon használva, így sokáig jó lesz. Tehát nem tudom. Ez ilyen jó ötletnek tűnt, mert láttam valakinél, aki ezt így csinálja, vett egy olyan laptopot, amiben egy ilyen volt, nem vette észre először, de amikor ezt észrevette, akkor vett egy pár ilyen SD kártyát, és fűztől rá volt írva, hogy melyik SD kártya tartalmaz dolgokat, melyikre mit szokott tenni. Az egyiken csak ez a dolog volt, a másikon csak az a dolog volt, háromféle színűt persze, és akkor elvette azt, ami éppen kell, berakta, és hát olvasott, nézegette a dolgait, az kész. Tehát elég jó ötletnek tűnik. Szóval visszatérve a laptopra és a felajánló hölgyre, aki ugye kiment az előbb az ajtón, nagyon csalódott vagyok, persze nem azért, mert most ezt a gépet, ami itt van az asztal alatt, ezt az asztali számítógépet egy hónap alatt nem vagytok képesek elvinni a saját gyerekeiteknek, az igénytelen banda vagytok, lássátok be. Hanem amikor jön egy ilyen tisztességesnek, könnyen mondható asszony, jött egy ilyen egyszerű, olcsó, vacak laptoppal, hogy tessék, itt van, ezt felajánlom ezt a laptopot, és akkor elvileg valaki elviszi. Nem egy bonyolult dolog. Százan írtatok neki privát üzenetet, meg 50 valahányan írtatok oda a posztára, hogy mindenki benne érte. Mi van? Békés,
Szabolcs, Borsod megye, Debrecen, Romániából, Ukrajnából. Úristen, ember, ekkora hülyék vagytok. Budapesten lakik a nő, tehát hülye vagy. Ez a laptop piaci értékben körülbelül, mondjuk a vinyó nincs benne, ami most ugye abban a gépbe átkerült, vinyó nélkül olyan 2000 forint. És ezért te felutaznál Békésbe, Borsod megyéből Budapestre, hogy egy 2000 forintos laptopot, amit alapból újra kell telepíteni, mert rossz rendszer van rajta, te vagy azt elvinni, mert ingyen van, elmegyek. De ennyi eszed nincsen. 100 ember üzen neki privátban, hogy neki az kéne. És a 100 emberből 20-30% egy másik embernek állítólag adná oda. Ha csak a budapestieket nézzük, így is katasztrófa az összes. Ha megüzened azt, hogy elmész érte, akkor miért nem mész el érte? És miért van az, hogy ez a szegény nő megijed attól a támadástól, amit műveltek ellene? Én nekem miért nem jön ide a sok ember, hogy elvinni a gépet? Itt van mögöttem 5 gép. Elvileg látjátok. 1, 2, 3, 4, és ugye a tetején van egy ötödik. Jó, az a lapos is egy számítógép, csak az ilyen lapos. Tehát, hogy engem miért nem támadtok? Hm? Engem miért nem? Nekem miért nem írtok 100 privátot, meg kéretlen levelet, meg nekem miért nem írnak 100-an, meg 100-an? Ja, tudom már miért nem. Mert gyávák vagytok. És a szegény asszonyt, aki felajánl egy ilyen, mondjuk így pénzben nevezve értéktelennek mondható laptopot, azt meg letámadjátok. Á, szép volt, gratulálhattok magatoknak. Szóval ezt a laptopot szépen most fel fogom telepíteni, megcsinálom, és lekerül ide a másik számítógép mellé. És csak így bosszúból. Ezt is el lehet majd vinni. Na, jó, kitoltam veletek, mi? De nem, nem a laptopot lehet először elvinni, az asztali gépet. Sőt, a laptopot meg akkor viszitek el, ha már ez az asztali gép már nincs itt. Mert valami család, valami rászoruló család tényleg idejött és elvitte. Addig minek? Addig ezzel az öt géppel minek kezdjek el foglalkozni, amikor egy hónapja itt rohad az asztal alatt egy kész, ingyen számítógép? Hogy a saját kölykeiteknek nem viszitek haza, azt itt jön az online oktatás. Tele van szeméttel ez a szoba. Csak nem nálam van a söprű. Na. Most pedig nekiállok telepíteni. Megcsinálom a programokat, meg föltelepítem, meg kicsit letakarítom. Megigazítom a számítógépet, megcsinálom a kábelét. Van egy kis... mondjuk így minimális probléma itt a vezetéken. Ezeket cikszalaggal könnyen lehet javítani, mert nincsen benne szakadás, csak kicsit meg van gyűrődve, semmi nagy dolog. Ezt elég gyorsan megoldom. Na, ez egy olyan 10 perc, és utána vihető. Jó? Nekem is van két fiam, de én foglalkozom velük. Úgyhogy vessetek magatokra. Akinek kell számítógép, az eljön a műhelybe, és elviszi. Ezt nem értettétek mi? Tényleg ide kell jönni, és el kell vinni.